Tomori első gólja. A Ferencváros klasszisa Tomori Zsuzsanna nagyszerű formában van, ez pedig bizakodásra ad okot a közelgő kontinens torna előtt. Tomori ráadásul nem csak a mostani szezonban, hanem az év korábbi részében is kiválóan játszott, így a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége őt választotta 2012 legjobb játékosának. A kupa is nagyon jó, nagyon nagy büszkeséggel tölt el, egyben egy kisebb nyomást is rak rám. Azt aláírom, hogy nagyon jó szezonom volt eddig, és most mindenképp azon vagyok, hogy ezt az EB-re is ki tudjam vinni. Nagyon nem szeretnék belesülni, hiszen az előző EB-m se sikerült olyan jól, úgyhogy nem szeretném ilyen görcsössé venni. Próbálom minél lazábban venni az egészet, és kihozni azt magamból, amit a klubomba, és ha azt ki tudom hozni, akkor úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Úgyhogy büszke vagyok még egyelőre ezekre a dolgokra, és remélem, hogy ez ki is fog jönni az EB-n. A férfiaknál a veszprémi Császár Gábor lett az év legjobbja, akinek vezérletével az idén az EB-n és az olimpián is remekelt Mocsai Lajos válogatottja. A nemzeti csapatok sikereinek köszönhető, hogy a MOL ismét a női válogatott főtámogatója lesz az Európa-bajnokságon. Ha jönnek az eredmények, és azt látja egy támogató, hogy neki a befektetése megtérül, jól is játszik a válogatott sikereket ér el, akkor szívesen tér vissza, akár egy-egyen eseményhez, akár általánosságban a szövetséghez. A szövetség elnöksége a legjobb hat közékerülést várja a csapattól, és ennek megfelelően alakította a prémiumokat is. Az Európa-bajnoki cím 15 millió forintot ér, de még a 7.-8. hely esetén is 5 millió forintot kap a válogatott.